lesz miből nasolnunk. Mennyire extrán néz ki, srácok? Ezt nézzétek, de menő. Mestermű. Kicsit berosszultam, de rendesen elkezdtem ilyen foltokat látni. Jó napot kívánok, ez itt a Híradó, ma szivárványos kajanap van. Békés karácsony tanulnak! Hello, szabotálod a videómat? Csókolom. Békés karácsony tanulnak, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon és a mai videóban. Szimba, mi is fog ma történni? Bocsánat, hello, Szimba, hello. A mai videóban 24 óráig szivárvány színű kajákat fogunk enni. Sziasztok srácok, igen, jól hallottátok. Eljött a várva várt videó harmadik része. Ma csak és kizárólag szivárvány színbe pompázó ételeket fogok enni 24 órán keresztül. Tehát pár órával ezelőtt apával elugrottunk egy boltba, és amennyire lehetett beszereztünk rengeteg színes kaját. A mai videónak a challenge extrasága az lesz, hogy minden ételben benne kell lennie a szivárvány összes létező színének. Bizony, ez nem egy zöld, kék, sárga vagy hasonló kaja videó. Ugyanis ma mindent összerakunk. Mármint nem teszek ketchupot a májkrémbe. Hányni nem akarunk? Na de lássuk, miket is szereztünk. És meg is jöttünk. Annyian vannak gyerekek, mint a halál. Gyakorlatilag nem lehet itt videózni sem, mert annyian vannak, hogy nem tudom elővenni a telefonomat. I'm gonna die. Na és kb. Egyébként ez a választék. Kellene fog vaníliás cukor. A little bit of sütőpor. És a dolgok legfontosabb része pedig igazából ez lesz, mert nagyon sok mindent ezekkel fog beszínezni, úgyhogy mindenféle színből kell választanom és telepakolni a kis kosarom. Félelmetes mennyien vannak, nem kapok a levegőt, az vagy gyakorlatilag milyen érdekes ennyi ember között lenni. Azt szeretném mondani, hogy legszívesebben géppisztolyjal előnék mindenkit, és legközelebb veszek egy intes pár áruházt. Ez egy nagyon okos döntés. Igen. Most mosolygok, amúgy csak nem látszik. Én is mosolygok. Vágjunk ide egy ilyen mosolygós fejet. Most mondom, nem jövök ezen a héten többet. És üdvözlek mindenkit újra a konyhámban! Hölgyek, urak, mint láthatátok a nagyon bő, hosszú, tartalmas felvételen. Nem sikerült túl sok ételt beszerezni, vagyis nagyjából azt meg tudtam menni, amit akartam, de a bolt az enyhén ki volt fosztva. Mint láthatjátok, azért van itt nekünk pár ételszínezék, ami nagyon sok mindenbe fog segíteni, illetve fehér csoki, krumplipüré, étkezési keményítő, ezt nem magába fogom enni, ígérem. Minden létező színben, ami kell a szivárványhoz, üdítő, színes gyümölcsök, és egy tényleg ez most nagyon-nagyon szegényesnek tűnik, de azért a kinyitom ezt a fiók. Rich girl check. Hát igen, lesz miből nasolnunk. Tehát kezdjük a legfontosabb étkezéssel, a reggelivel. Jó napot, közben vendégünk csatlakozott, jó, már el is ment, akkor viszontlátás. Tehát, mint láthatjátok, itt van a reggeli készletünk gyakorlatilag, hát van pár dolog. Tehát a reggelink az egy nagyon-nagyon egyszerű dolog lesz egyébként. Könnyen elkészíthető, viszont extra finom. Mint láthatjátok, van itt nekünk valószínűleg éretlen, még nem nagyon evésre való eper. Tőlő, illetve ilyen... Áfonya! Beauty guru time! Ebből fogok csinálni egy gyümölcssalátát, valószínűleg banánnal mondjuk. Mint láthatjátok, van hozzá egy szuper színes késkészletünk is. Emellé fogok enni egy ilyen Unicorn Fruit Loops nevű gabona pehelyből, ami egy ilyen kis szivárványos, mennyien mutatom. És karikákat tartalmaz. Hopsz, ez mondjuk pont nem színes. Az a szemem! Hol vagy, Teri? Az finom. Ennek a tejét pedig pirosra fogom színezni egy ilyen málna piros színezékkel. Healthy life is a good life. Szóval legelőször ezzel a Unicorn Fruit Loops-szal fogom kezdeni, amihez fog nekünk kelleni egy tál, a színezék, illetve tej. Professzionális egykezes tasty videó, coming soon. Azt hiszem valami ma is ki fog borulni. Wow, miért van az, hogy a színesből kevesebb van amúgy? Kell egy kis tej is, ezt vajon ki tudom nyitni egy kézzel? Ja, hogy másik irányba csavartam az előbb, oké? Ebbe fogok tenni ebből a málna piros ételszínezőből, ami remélem valóban málna piros lesz. Már ha elpert piros, akkor kiakadok. Vicc, értitek? Hogy ez kicsit több lett, mint egy csepp. Megkeverge. Wow! Mennyire extrán néz ki, srácok, úristen! Szétadom meg vissza! Rózsaszín tejű víz, ezt nézzétek! Mit mondtam? Na és mit láthatjátok, már mégis mostam a gyümölcsöket. Közben itt szépen elázik egyébként ez a gabonapely, egy rohadt undorító lesz, amire megeszem, na mindegy. És most ezekből fogok csinálni egy jó kis gyümölcssalit. Professzionális séffel van itt amúgy dolgotok, vagy ilyen zöldséges eladó bácsival. Epretik le fogom vágni a tetejét, levágom, ámgyom. Profi, kukta leszek, vagy mi? Nem, az, a séf az menőbb, nem? Akkor inkább séf vagyok. Jó, ups, mondjuk ennek levágtam a felét, na mindegy. Ez lesz a legmenőbb kajás videón, srácok. Olyan jól fog kinézni minden, hogy hajaj! Jupsz, lehullott egy a gaz a földre. Ez az ujjam volt? Megpróbálom csak egy szemmel. Valahol itt lehet, nem? Piribabum, piribabum, buribi, piri. Jó, megtörlöm a kezem.
Kicsit az epreket is hátra kizesek, dobálunk bele pár szőlőt, pim, pam, pum. Jó, és akkor még ebbe fogok tenni ilyen dél-kelet-ázsiai kék áfonyát, ami egy etióp recept alapján lesz beletéve. Jó, várjátok, ez nem a mosott. Ó, bassza meg! Jó, bocs, akkor teket inkább kiveszlek. Oké, okay. Pa. Menj haza, jó, szia! Ezek a mosottak, amik itt áznak a vízbe, undorító. Piribu, meghalt. És tadá! Hát nézzétek meg, jaj! Nézzétek meg, milyen esztétikusan néznek ki. Na jó, annyira nem. Ez meg egy kicsit megaszott, de amúgy woohoo! Hashtag szivárvány! Most pedig kimegyek a csicsergő madarakhoz, és felzabbantam. És mint láthatjátok, meg is érkeztem az anyatermészetből, ahol megeszem az anyatermészetből származó cuccokat. Remélem nem túl hangos a szél, vagy a szomszéd copyrightos zenéje. Közi tárka. Szóval először megkóstolom a gyümölcsöket, mert hát ugye még sose ettem gyümölcsöt. Obvious is van. Opa, free pepper. Ez deretkes leddik. Na mindegy. Nem pazarlok egyébként, csak kiesett. Hát nem tudok róla. Van itt valahol kuka? Kicsi csavanyú. Ez még nem az a magyarépe. Szőlő tesz. Kértek egy falattal? Ha. A szőlő? Nagyon jó. Ejetek ti is szőlőt, a szőlő jó, jót tesz. Tudtuk tőle fütyülni. Nem az a répa, mindegy. Oh. Van itt még ilyen blueberry. Hát nem rossz, de ezt amúgy annyira sose szerettem, szóval nem tudom mit vártam. És akkor nézzük a rózsaszín vízbe ázott babona pejhet. Nem mondom, hogy nem aszottos, de egyébként finoma. Aesthetic check. Ó, finom ázott gabona fejek. De a szőlő az nagyon jó. Adok rá egy 10/10. Ez pedig itt az elhagyatott eper darab. Nem baj, kincsem, egyszer rátalálsz a társadra. Nem leszel soha egyedül. Na jó, csak viccelek, ez a valóság. Here we go again! Konyhapart 2.0. Az ebéd, na az érdekes lesz. Tehát, mint láthatjátok, van egy ilyen krumplipüré pehely nevű... Nem is tudom, miért pehely a neve, hát ez csak krumplipüré testvér. Szóval egy krumplipüré pehely nevű krumplipüré nök, ami azért fantasztikus azon kívül, hogy így meg tud állni. Mert nem kell krumplit pucolnom és abból csinálom krumplipürét. Sokkal gyorsabb, praktikusabb és sokkal kevésbé egészséges. De ezzel mi ma? Nem törődik. Csak vicceltem a negyedikért. Szóval azt írja ez a nagyon okos krumplipüré. Az itt megáll. Hogy? 450 ml forró vízhez kb. 90 fok, és 250 ml forró tejhez kb. 90 fok. Adjuk hozzá 4 teáskanálnyi vajat. Ne haragudj, ki méri a vajat teáskanállal? Hát azt hiszem most mi? Ez akkora bullshit, hát ez nagyobb, mint ez. Ez tutilag ugyanakkora. Amikor a vaj szétolvadt, akkor adjunk hozzá 130 g krumplipürébort. Erre több van, vagy miért? Ne próbáljuk felverni, hanem az 1 perc letelte után keverjük, addig míg krémes állagú nem lesz. Pedig ennyi felvestem volna! Csik viccelek, semmi erőszak. Szóval... Szóval mindenek előtt fel fogok ebbe a kis cuccba forralni. Tehát ki fogok mérni 450 ml vizet. És beleöntöm ebbe, majd... Halló? Köszönöm. Ezt felforralom, ami bár 100 fokra forralja, de hát az majdnem 90. Ugyebár szükségünk lesz 450 ml, vagy már 250 ml, ne haragudj, kicsit hangos vagy. Halló. Szóval kell 250 ml, amit most a kamerában nézve mérek ki, szóval valószínűleg el fogom rontani, na mindegy. Szóval 4, nem 250, jó, még nem vagyok ott. És a tejet most, illetve a vizet szintén most bele fogom önteni ebbe a kis cucliba, és hát remélem amúgy a víz felmelegíti a tejet, mert nincs kedvem külön felforralni, bocsi. Fú, ez így milyen undorító. Ezt felrakjuk 3-asra, mert gyorsan kész kell, hogy legyen. Amíg pedig ez forradik, keresni fog a hűtőből 4 evőkanálbolyat. Üdv a hűtőből! Hol lehet a vaj? Seriously. Hol a vaj? Nem mondjátok, hogy nem vettünk vajat. Bitch, where are you? Látok ti itt vajat? És nem, ez nem az, ez egy másik vaj. Hol a margarinom? Halló? Halló margarin, halló? Ott van, basszus, ki dugta így el? Ez meg egy kis ráma. De elmagyarázza nekem azt, hogy ebben hogy lehet 4 táskanál. Jaj, hogy te meg lemeljék. Ó, ez milyen krémes. Ez egy táskanál. Tea. Ez akkor 2. Ó, ez egy nagy tea. 4. Na, tegyünk még egy kicsit, hogy krémesebb legyen. Testvér, belőled 1 fok kell lenni. Légy színe, szóródj szét mindenhol, nagyon kérlek. Legyünk barátok, jó? A jó eszét szakadt port hozzáadom, azon a nem létező lyukon kb. Hú, mennyi port! És most ezt jó alaposan összekeverem. Mint a csomós lesz, már most érzem. Itt pedig ez esküszöm nem kokó, csak a maradék por. Kezdve kihullottál, szeretek takarítani. Szóval, hölgyek, urak! Csak meg akartam fogni dráma jön egy kés, de nem sikerült. Most jön a legizgalmasabb rész, a színezés. Várjatok! Jó anyátok, főzött nektek krumplipürét! Tehát, egyébként esküszöm, hogy nagyon finom lett, ami még számomra is meglepő. Ebből fogok kimerni nagyjából hasonló adagokat a kis tányéraimba, kis gyerekeimbe. Gyere Tomász, te is kapsz egy kicsit. Gyere Selena, ez a te adagod lesz Britney. Kap egy kicsit Madonna is. Kicsit poros, de nem rossz. Olyan, mint a pincében lenni 24 óráig.
Gyere, Maki! Kifullasztuk a kurumplit. Professionalitás. Na, közben hoztam 6 kanalat is, és úristen, most jön a legészgibb része. Szóval a szivárványban van... Merjetek, hadd lessek. Szóval van a szivárványban piros, narancsárga, sárga, zöld, kék és ilyen kétféle lila. A kékből és a zöldből tudok csinálni lilát. Nem, tesóm, abból nem lila lesz. Sárgából és a pirosból narancsárgát, és... Összezavarodtam, várjatok. Egy, azaz egy cseppet fogok beletenni, tényleg, mert nagyon-nagyon erős színe van. Rogy, ez nagyon sok egy csepp volt. Na mindegy. Az a mindeni. Úristen, olyan, mintha valaki rávérzett volna, vagy nem tudom. Ez egy ilyen sürésvér kása. Nem, hogy ezt tudjátok milyen? Mint amikor összekeveritek a céklát a krumpli pürével, mert a menzán már nem akarjátok megenni, és olyanok vagytok, mint az 5 évesek, tudjátok, hogy ezt csak én szoktam. Nem akarok sokat beletenni, mert félek, hogy a hátuljára ráír szöveg, ami úgy hangzik. A gyerekek teljesítményére és figyelmére káros hatást gyakorolhat. Az én figyelmemre is káros hatást fog gyakorolni, szóval... Wow, ezt nézzétek, de menő! És ízre, milyen málna ízre... Én viccelek amúgy. Lássuk a sárgát! Kíváncsi vagyok, mert amúgy is sárga ez a krumpli püré. Csak olyan, mintha rengeteg vajat tettem volna a krumpli pürébe, és nagyon undorító lenne. Ez ötlet amúgy csengő ötlete volt, szóval... Nézzük a zöldet. Ez nagyon jól néz ki, azt a mindenit. Na, ez meg olyan, mint amikor felhagyom a szobámba a krumplipürét, amiért mindig nagyon örülnek anyáék, és hát így berohad. Ez ilyen esztétikus Pinterest berohadás. Így rohadnak a fejek, hogyha jól akarnak kinézni Instagramra. Jöjjön a kék. Nagyon-nagyon extrán néz ki ez is, basszus. Rendesen olyan érzésem van, mintha újra az óvodában lennék, de nagyon élem, nagy flash. És akkor most jön az igazi félelem. Ugyanis most össze fogok keverni színeket. Először is csinálunk egy lilát, amihez kelleni fog a kék és a zöld. Nem. Elvileg ennek lilának kéne lennie. Vagy kék és rózsaszín a lila? Micsoda? Basszus! Mit csinálok? Wow, hát ez inkább szürke lett. Ez inkább ilyen kátrán, mint szivar vagy. És az utolsó színünk, hogy a narancssárga, ami ez pedig a citromsárga fog kelleni, és a piros, ugye? Profizmus megint előttől. Jó, ez mondjuk most biztos, hogy jó lesz. Ezt nem tudom elrontani. Úgy néz ki, mint az ebbe váladékom, vagy nem tudom. Hát ez egy érdekes narancssárga lett, de nem mindegy, elfogadjuk, egynek jó lesz. Na, ezek konkrétan úgy néznek ki, mint hogy ilyen nagyon természetellenes, undorító, ilyen senki nem akar belőle enni típusú fagyi lenne. De mi most teszünk. Azon gondolkodtam, hogy lehet kirajzolok belőle egy szivárványt, tudjátok, hogy ilyen kis csíkokba fogom feltenni. Rainbow color. Szóval akkor felül kell lenni a pirosnak, ami jelen esetben a rózsaszín szerűség lesz. Hát ez egy fakó szivárvány lesz. Ilyen kis kenengetős, ilyen gurmé, ilyen hashtag chef. Egyébként szeretnétek a konyhafőnökbe beajánlani, mert hát látjátok, milyen profi chef vagyok. Indítsunk egy petíciót a hashtag ton a konyhafőnök hashtaggel. Esküszöm, tök cuki lesz. Jöhet alá egy kis narancssárga. Így. Lehet, hogy ezek kicsit vastagok lettek ahhoz, hogy minden szín egymás mellett elférjen. De nem baj. Max a végig kicsit összemosódik. Tömör, gyönyör. Utána kell egy kis citrom. Ez a citromsárga nagyon természetellenesen hat. De nem baj, szeretjük a gyermekek egészségére káros ételeket. Szivárvány se tökéletes, kicsit összemosodnak a színei, tökéletlenségeitől lesz tökéletes, hashtag life advice. Kész! Juhú! Szivárvány kumpli pilé! Hát ne mondjátok, srácok, hogy nem lett mestermű. El ne folyjál nekem. Életem műve, azt kell, hogy mondjam. Bam! Opa, belenyúltam. Look at it, bitch! Bár nincs hozzá semmi hús, amivel lehetném, szóval ez egy kicsit fura lesz, de nem baj! Na és eljött a kóstoló ideje, fullos megcserés a pólómmal, a környezette, hát ez nagyon menő. Srácok, érzed, nem büszke vagyok magamra. Szerintem tök menő lett, attól függetlenül, hogy a lila nem került bele, szerintem amúgy tökre reális. Isten, sose ettem még ennyire ízgazdag, rostokban teli, Dél-Kelet-Ázsiából származó, ilyen zamatos, incsiklandó, hát krumplipürét valljuk be, ez krumplipüré. És elérkeztünk a snack szekcióhoz, hölgyeim és uraim. Jön a legvarázslatosabb ízcsiklandozó szivárvány kollekció. Mint láthatjátok, van a szivárvány összes létező színében üdítőn. Örültünk vagyunk, igen, tudom, köszönöm. Illetve hát tippeljetek, mi a kedvenc édességem. Shake well and enjoy. Thank you, testvér. Ez aztán olyan friss. Wow. Itt az első befutónk, ugyanis pontozni fogom őket 1-től 10-es skálán, mert ugye én egy szakértő vagyok, ezzel tisztában vagyunk. Ez mondjuk inkább sárga, de... Nervőim szerint az igazi sárga az ez lesz. Ugye, tehát légy te legyél sárgább, mint ő, jó? Az arcomba fog fröccseni vajon? Igen. Oké, ezért ez sárgába. Másik az narancsárga, ez sárga. Egyezzünk meg ennyiben. Hát a sárga után jön a zöld, és valljuk be, ez a legundítabb kinéző dolog, viszont szerintem finom lesz. Ki szereti a cucumbert? Hát ennek nincs jó illata. Ez olyan, mint apa reggel ilyen zöld turmixának az illata, és hát ez nem túl díjat nyerő.
legalább jó illata van. Ennél azért egy kicsit rózsaszínabbra számítottam. Na, de most ira, hát azért valljuk be, ebben nincs túl sok eredetiség. Eredetiség természetes összetevő. Nem tudom, minek rázom fel. Pis, 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 pis. Hát, hölgyeim és uraim, ez lett most a szívhálványunk. Hullos, csinálok velük egy képet. Hashtag no promo. De lássuk a taste testet. Szóval az első befutónk az egy Red Orange Not From Concentrate, ez a teljes neve. Egészségetekre. Hát ez olyan természetes szagú ízű. Az lehet jó is, meg rossz is. Hát nem tudom. Nem rossz, de hát ez egy ilyen Tinder hookup, tudjátok, egy ilyen Tinder randi. 10/6-7. Lássuk a következőt, ami a HSC Mild 100% Pink Grapefruit Narancs Alma izé-bizé, ami azt hittem rózsaszínabb lesz, de megcsalt és nem lett rózsaszín, szóval... Ez nagyon hasonlít az előzőhöz, hát nem is tudom. Hát ez is egy ilyen 10/7-es, ittam már az a jobbat életemben. Lássuk a citrus friss narancsot a siószól, cheers! Ez olyan narancslé ízű. Nem rossz, de jó. Lássuk a másik juice bar orange cuccot. Na ez nagyon jó. Ez tényleg olyan nagyon real, ez olyan real narancs, tudjátok, ilyen rostos, ilyen... Hát ilyen olyan, mint narancsból van nagyjából. Na és most jön a legfélelmetesebb, de ebbe van cucumber kiwi és spirulina. Mi az a spirulina? Alga. Alga nem jó. Húhúj! Adjatok valami mást! Ez nagyon rossz, 10/-10. Nem finom, nem finom. Olyan, mint hogyha beleharaptam volna a kertbe a fűbe. És végül, de nem utolsó soron, még mindig érzem a számba. Van egy ilyen kivis Cool Blue Gatorade-ünk. Igen, ez olyan finom műízi. Nem rossz, nem rossz. Na de most, most tudunk gumicukrot. Tudni, nem evett még senki gumicukrot. Nagyon finom. Ebből pedig a lila legfinomabb. Nagyon jól jegyezzétek meg. A lilánál nincs jobb. Fogam. Hát... Ezzel zárnám a szivárvány nassolót. Ez olyan volt, mint valami óvoda reklám. Na mindegy. Ha megszomjazzátok szivárványszerű italokra, a zöldet hagyjátok ki. Úristen, mekkora dongó. Jézusom, testvér, megdobla a gumicukorra. Jajaj. Jó napot kívánok. Hú, srácok. Most keltem fel életem legnagyobb, hello. Életem legnagyobb alvásából. Kicsit berosszultam, nem vagyok koronavírusos, chill. De rendesen elkezdtem ilyen foltokat látni, azt hittem, hogy ki fogok ájulni. Lehet a színezék. De visszatértem. Úgyhogy ideje elkészíteni a vacsorát. Hello. Te fogsz enni a vacsorából, jó napot? Maga is kér a vacsorából? Hát gyakorlatilag van egy tasty recept, vagyis azt hiszem, hogy tasty, vagy valamilyen BuzzFeed, vagy hasonló, ahol egy ember csinál szivárvány színű sajttortát. Ez körülbelül úgy néz ki, mint ahogy itt láthatjátok is, hogy a közepére önt különböző színű tésztákból, ami szétfolyik, és a végén elvileg egy nagyon szép eredményt ad. Hát igen, itt vannak a problémák. Nem tudom, hogy ez nekem mennyire fog sikerülni, főleg, hogy nincsen tortaformánk, mint kiderült. Fantasztikus, nem? De hát most át fogok menni a szomszédba. Hát ők lesznek a megmentőim. Ugye, Maci? Imádkozzunk, hogy szerencsém lesz. Szia, bocs, hogy az a varázsért beszéltek egy pillanatra anyudékkal? Igen. Köszi! Siker, srácok! Tehát, mint láthatjátok, nekünk van a legkirályabb szomszédságunk. Micsoda nyakör. Sikerült kapnom ilyen. Remélem, ezt nem nézik, mert ezek után tudni nem adnak kölcsön semmit. Szóval kaptam tőlük egy ilyen torta dolgot. Ugye meg fogom tudni csinálni végre azt, amit eddig is akartam. Szóval itt jön az utolsó kaja recept, amit egy ilyen hányós távon fogok elkészíteni, vagy hát ti remélembe szoktatok hányni. Tehát ez is szintén csenge receptje, meglepő módon. Fogok csinálni egy chocolate chip cookies alapot ebbe a dologba. Azzal fogom ennek az alját, nyugi nem a konyhapulton, majd alá teszek valamit chill. Kitölteni, majd arra fogok csinálni egy sajttorta, hát elvileg tésztát, amit a minden jobban meg fogok színezni és szivárvány színűre megsütni. Mennyi ennek az esélye? Nem sok, de fő a pozitivitás. Tehát a recept szerint, hol is van a recept? Megvan. A recept szerint az aljhoz kelleni fog egy kap olvasztott margarin. Hál' Isten, ezen vannak ilyen kap jelzések, tehát ilyen amerikai mértékegység. Úgyhogy nem kell mindent átszámolnom, mint egy ötödikes. Ez másfél, ez egy, ugye? Mi van? Ennek ezt kb. Így bele is fogom tenni, és mehet is a mikróba. Let's go! Tehát a hányóstába, ezt nézzétek, ez még egy sistereg, vagy mi az Isten. Lehet kicsit túlforraltam. Beleöntöm tehát a ma, ajjajjaj, de forró! Beleöntöm a margarint, remélem nem olvasztottam meg amúgy a műanyagot. Kelleni fog 2 kap cukor. Micsoda 2 kap cukor, az nagyon sok. Na mindegy, atya világcseng, ez mennyi cukor? Ezt bele kell tennem? Jézusom. 2,5 kap liszt, ebből egy hadseregnek elég kaját fogok csinálni. Jó? Ebből beleteszem a vaníliás cukrot, csak hogy biztosan még több cukor legyen benne. A 2 tojást. És ezt kéne valahogy úgy összegyúrnom, hogy ne legyen zsírcsomós, hát igen, erre mondjuk nem látok nagy esélyt. Ajjajjaj! Az év főztjedény nyertese, vízpörtón! Tudjátok, én ezért szoktam inkább netpincérről rendelni, az az én alternatívám.
Nem baj, testvér, össze fogsz állni. Van benned erő, össze fogsz állni. És finom sajtort lesz belőled. Hallottad? Hallottad, testvér? Kérem, hogy most már elég biztos vagyok benne, hogy ezt inkább kézzel kéne gyúrni. Mert legyúrok egy kis koronavírus. Kevel egy táskanál sütőfor. Na, még egy picit süllyébb, csak meg magadnak. Újra 3 évesnek érzem magam. Wow, de jó érzés, srácok. Lukerido. De szerintem ez fúj jó lett. Elválik az edény falától. Hát nem így szokták a profik is. Hát én. Lehet, hogy fogok csinálni egy ilyen chocolate chip cookie márkát. Az lesz a címe, hogy cookie. Mind megette.hu, mit akarsz, ha? Mit akarsz, neked dobja. Na és akkor ehhez gyorsan feldarabolom a csokit. Bam, de jól néz ki, nézzetek oda, csoki eső. Egy isteni imát elmondva, megpróbálom beletenni ebbe. Gyertek, mit inkább leteszem a kamerám. És hölgyek urak, nincs más hátra, mint előre, ugyanis összedőlt a kamerarendszerem. Tehát, mint láthatjátok, beletettem a fehér csokit a masszába. Ez a nyád! Oh yes, csokoládé! Nem túl stabil amúgy a kamerarendszerem. Yes, girl! Mennyi csoki! Meg fogom próbálni hát ebbe a tortaformába valahogy beletenni. Jaj, már most nagyon boldog. Abban a reményben élek, hogy talán nem fog kifolyni. Itt nem lesz folyás, kicsi csillagot. De ez kitek fullosan néz ki, olyan, mint te valami tojásrántotta lenne. Oda nézzetek, megépítettem a kínai nagyfalat, tesói. Na, a sajtorta részéhez pedig fogok használni egy ilyen cuccot. Mi is ez? Tál. Azt hiszem, hogy ezt így kell bekapcsolni, de rábízzuk a jó Istenre meg a Szentlélekre. 50 deka az hány gram? Na, gyerünk, érettségi. Jaj, ne. Le mascarpone, ladies and gentlemen. Na, ez a mascarponéhoz pedig 100 g cukrot fogok hozzáönteni. Kelleni fog 200 g jó kis magyaros tejföl, 4 darab tojás, még egy vaníliás cukor, és 40 g mérkedési keményítő, ami igazából fogalmam sincs, hogy micsoda. Súcs! Mondom, súcs. Dik már nem jön ki, nézd meg. Mennyi bele, terka? És újfent eljött a dolog legizgalmasabb része, a színezés. Tehát a színekkel baj az biztos nincs. Nagyon durvá jól néznek ki. Az, hogy ebbe hogy fogom beletenni őket, ez már kérdéses. Na igen, itt jön a nehezebb része, hogy sikerüljön a közepébe öntenem, de... Huha! Jújjújjújjújj, nagyon összefolyik a szín! Ez nem úgy néz ki, mint a videón! Hazugság az egész! Hát mi ez a pacsni? Következő a sárga. Jaj, nagyon nem látszik a színe! Szerintem amúgy csak nem lett elég sűrű ez a cucc, az lehet a nagyobb baj. Léci, működj, léci! Na jó, hát ez hogy néz ki? Azon gondolkodtam, mi lenne, ha belehúznék egyet, ezzel ilyen kis szívet csinálnék belőle, ilyen. Rúcs, szívecske! Mert ez még undorítóbb lett, ugye? Majd legalább akkor így a színeket kéne elkeverni, hogy valami legyen egy... Wow! Csináljuk így, ez menő! Léci, és ez ha így sülne meg... Jó! Bejezzük a sütőbe, és hát eddig nem olyan, aminek elképzeltem, de mondunk egy imát. Könyörgöm, csak nézd ki jól! Nem kell úgy, ahogy a képen, csak legalább úgy jól. Szóval egy nappal később van, Szimba meg is érkezett, és igen, tegnap húsvét volt. És ezt nem csak azért mondom, mert a hajam színe teljesen más, bizony ez ebben a háztartásban naponta változik, hanem azért is, mert... Ez nem a tiéd, nem örülj. Kicsit meg... Szimba, hello. Kicsit megfogyatkozott a torta. Ugyanis hát anyáik felzabantották. Esküszöm nektek, hogy nem ettem belőle egy fala, nagyon hazudok, igazából már megkóstoltam. Mivel sajnos 11 után lett kész a kis cucc, ezért nem tudtam felvenni már, hogy kiveszem a sütőből. Viszont itt láthatok jeleneteket arról, hogy felvágjuk, eszméletlen jól nézett ki, és eszméletlen finom, hozzá kell tennem. És természetesen most meg fogom kóstolni itt előttetek is. Mert minden jó. Először amúgy nem akart összeállni, és én nagyon furi lett, ilyen kis... Tudjátok, de a végére, mint amettük hűtőbe, annyira király lett, hogy mamma mia, carissima. Tehát a tortának nagyon-nagyon fura színe lett, ugyanis szétfolytak a színek, mint átadtátok amúgy a videóba is. De csináltam belőle egy ilyen nagyon absztrakt, nagyon fura kis cuccot, és legalább a belsejébe egy kicsit elkülönültek a színek, és szerintem amúgy nagyon király lett. Szóval felfogható ez is szivárvány színű kajának. Aki szerint nem, az iratkozzon le. Viccelek, ne iratkozz le, léci. Szóval büszke vagyok magamra. És igazából ennyi lett volna már ez a videó, srácok. Nagyon reméljük, hogy tetszett, ugye? Szeretnék még ilyen hasonló videókat csinálni, hogy kommentben mindenképp írjátok meg, milyen színű kajákat próbáljak ki. Jó, vagy kutya színű kajákat, mi? Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, dobjatok egy like-ot, illetve hitet, subscribe-ot, kérlek iratkozzatok fel, mert a csatornát több mint 50%-a nincs feliratkozva, ami elég szomorú. És találkozunk következő alkalommal, sziasztok!